Köszönöm szépen, szeretettel köszöntelek benneteket, kollégák, és Attila, téged meg arra kérlek, ha mégis szaggatnak, akkor szólj el, és gyorsan az adat, tehát hogy a telefonomra átcsatlakozom a wifi-ről. Nekem szívem csücske ez a kódvadászat, és már tartottam is róla a korábban webináriumot, csak éppen az offline játékról, mert úgy értem, hogy offline, hogy nem internet keresztül egy szobában bezárva kell játszani, vagy kellett játszani, hanem a gyerekek tulajdonképpen egy, egy akadályversenyre, egy akadálypályára indultak az alkalmazás segítségével. És az akadályverseny során számos állomáson kellett szelfiket készíteni a gyerekeknek a játék során, és ebből egy csokorral hoztam ide nektek, és hát a, tudjátok, hogy a m, körülmények miatt azért ez a m, játék is megváltozott az idén, m, mégpedig m, online játékká alakult, és m, m, nagyon sokat vártunk rá egyébként, hogy játszható legyen, egy hetet türelmetlenül tűkönülve várjuk a vártuk a szervezőknek a jelentkezését, hogy mikor élesítik a játékot, mikor lehet tesztelni, mikor lehet vele ö, majd játszani. Ez, 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 ez az idő is eljött, még pedig hétfőn bocsátották útjára ö, a pedagógusoknak és a gyerekeknek a játékot. Na, mire is van szükségünk ehhez a játékhoz tulajdonképpen. Ugyanúgy, mint az akadályversenyes verzióhoz, egy okostelefon szükséges hozzá. Az okostelefonra a telegram alkalmazást kell rátelepíteni. A telegram tulajdonképpen egy Messengerhez hasonló alkalmazás. Tule, tulajdonképpen ezen is partnereket lehet felvenni, üzeneteket küldeni, képeket, videókat, ugyanúgy, mint a messenger -en. Kell egy QR kód olvasó az okostelefonunkra, de a legtöbb okostelefonnál már ez ugye része tulajdonképpen a, a kamera alkalmazásnak. És szükség van internet elérésre is, ugyanúgy, mint, a, mint az akadályversenyes verzió esetén. Tehát feltételezzük azt most, hogy van egy okostelefonunk, feltelepítettük rá a telegram alkalmazást, van rajta egy QR-kódolvasó, és a wi fi is megfelelő, vagy az internet elérésünk is megfelelő. Hogyan is játsszuk ezt a ö, játékot? A... a weboldalunkon, a kódvéknek a weboldalán megtalálható a játéknak az aloldala, ahol is a nyitó nyitókódot egy QR kód formájában megtalálhatjátok, kedves kollégák. Ebből készítettem egy képernyőképet, tehát QR kód olvasó segítségével, vagy a kamera alkalmazás segítségével tulajdonképpen ezt a kódot kell beszkenelni az okostelefonnal. Az a QR kód beszkenelése után a telefonunk rögtön megnyitja a Telegram alkalmazást, és tulajdonképpen ezzel játsszuk a játékot. Hogy is néz ki? Először is üdvözöl minket az alkalmazás. Látjátok a Welcome to Code Week mondatot, és egy online kis útmutatóhoz is elvezet ott a kék link segítségével, de hogyha nem kell nem, kell, nem szükséges ezt elolvasnotok, már pedig, hogyha ezen a webinárium rész, webináriumon részt vesztek, akkor minden bizonyal nem lesz szükséges megnyitnotok ezt a kis útmutatót. Akkor már is mehetünk tovább, hogy megvan a játék, mindent értek, kezdhetjük. A útmutató segítségével, vagy a játék segítségével már is egy minta feladatot kaptok, mégpedig a Kodi játék alapján tulajdonképpen a kis robotot ezen az 5x5-ös pályán kell léptetni, illetve elmondani, hogy a különböző kis kártyákon, hogyha kártyákon lévő utasításokat a kis robot végrehajtja, akkor melyik mezőre ér, vagy Ö, nektek kell leírni azt, hogy milyen utasításokat kell végrehajtani a robotnak, hogy elérjen egy adott mezőre, vagy az utasítás sorozatból hiányzik valamilyen utasítás, és nektek azt az egy utasítást kell megadni például. Ö, tehát ez egy próbajáték, amit itt a képernyő közepén láthattok. Ö, ha beírjátok a szerintetek helyesnek ítélt választ, akkor már is értékeli az alkalmazás. Ugye itt látjátok a jobb szélen, hogy, hogy a C válasz volt a helyes válasz, már is azt mondja, hogy szuper, és rögtön meg kell adnotok a csapatnak a nevét, aki játszani fog. Ugye ez azt jelenti, hogy láttátok a képeken is, vagy a, igen, a képeken, amit megosztottam veletek, hogy csapatban játszották a gyerekek ezt a játékot, mint akadályversenyt, Tulajdonképpen ezt is az online játékot is játszhatják csapatban. Hát célszerű mondjuk két-három főnél nem nagyobb létszámú csapatban indítani a gyerekeket, azért, hogy, hogy az a két-három fő még megfelelően tudja végrehajtani a feladatokat, hogyha egy okos telefonnak a képernyőjét kell nézni. Tehát meg kell adni a csapatnak a nevét, meg kell adni azt, hogy hány főből áll a csapat, és lehet készíteni szelfit is a csapatról, illetve ezt a szelfi készítést, ezt át is lehet ugrani, hogyha szégyenlősek a gyerekek. És utána jönnek a különböző feladatok. Ugye említettem, hogy tulajdonképpen a Kodirobi játék segítségével, vagy a Kodirobi játék alapján adja a feladatokat a gyerekeknek az alkalmazás. Egy fél pillanatra visszajövök ide. Itt látjátok, hogy a Treasure Hunt bot, ő a partner, ő egy bot tulajdonképpen, de hogy ő vele kommunikálunk a Telegram alkalmazáson keresztül, és őtől kapjuk a a feladatokat és ő válaszol a játszó, a játékosoknak is, tehát kapjuk ezeket a feladatokat, amelyekre válaszolni kell. Ahogy említettem, vagy le kell írni az utasítás sorozatot, vagy kiválasztani, hogy melyik a helyes válasz, vagy beírni a hiányzó lépésnek lépésnek a utasításának a rövidítését. Tehát, hogy minden ezen a kis robotirányítós játékon alapul. Amikor helyesen megadunk egy ilyen kis kodirobis játékra egy választ, akkor jön a következő feladat, ami az akadályversenyes részen nem volt meg, mégpedig az, hogy, hogy egy térképen meg kell keresni azt a QR kódot, ami válaszol a feltett kérdésre, illetve utasításnak megfelelő. Itt látjátok, hogy itt az első robotot, a görög mitológia első robotát kell megkeresni. Tehát ez a feladat éppen. Most ehhez meg kell nyitni egy térképet. Itt látjátok a térképet is a képernyőn. Ugye, hogyha arra, arra az ö, részre kattintunk rá, hogy meg szeretnénk nyitni a térképet, akkor rögtön a Kódvik weboldalára visz a link, ö, és ez azt jelenti, hogy ha a Kudvik weboldalán találjuk ezt a térképet, akkor esetleg nagy segítség lehet az, hogy ezt a weboldalt még a számítógépen is megnyitjuk, hogy könnyebben lehessen rajta tájékozódni, hogy ne egy kis telefonnak a képernyőjét kelljen nézni, de egyébként, hogyha nincs, nem áll rendelkezésre számítógép, akkor tökéletes a telefonnak a képernyője is. Szóval megnyitottuk a térképet, és így látjátok. Ilyen kis robotocskák vannak elhelyezve Európa térképén széjjel, És vannak olyan robotok, amelyekhez kapcsolódik valamilyen informatika történetével kapcsolatos nevezetes esemény. Például itt van, ugye megtaláltuk az első robotot a görög mitológiában. Itt megvan, hogy melyik helyszínen ugye angolul kapcsolódik hozzá információ kép is, illetve egy QR kód. Hogyha böngészünk és keresgetjük a helyes választ, akkor vannak olyan robotok, amelyekhez nem kapcsolódnak QR kódok, és nem kapcsolódik információ, erre azt válaszolja a kis robot, hogy sajnáljuk, de itt nincsen semmiféle esemény. De ha megtaláljuk a helyes QR kódot, akkor csak rá kell tapizni az ujjunkkal, mint a érintőképernyőn, Érintő tehát meg kell érintenünk a QR-kódot, és már is tovább visz minket a, a Treasure Hunt bot a játék folytatásához. Én, amikor készültem erre a webináriumra, én megnyitottam laptopom, mert, mert hogy én jobban tudok tájékozódni nagyobb méretű képernyőm, de a gyerekeknek szerintem lehetséges, hogy ez felesleges. Egyébként ugyanúgy lehet nagyítani a térképet, mint egy képet a telefonnak a képernyőjén, tehát tudjuk kicsinyíteni, nagyítani, annyi, hogy itt ezeket a kis robotokhoz kapcsolódó információkat kell keresgetni, és hát hogyha esetleg a gyerekeknek nincsen semmiféle alapinformációjuk arra vonatkozóan, hogy, hogy végrehajtsák, a feladatot, akkor bizony elég sok robotot meg kell nézniük, hogy hol lehet a helyes válasznak a QR kódja. Nos, van, amikor rossz QR kódot találnak meg, én is jártam így, ezt is látjátok itt a választ hozzá, és van, amikor jó QR kódot találnak meg a gyerekek. Na most, ha rosszat találnak, akkor akkor lehet segítséget kérni ezzel a request hint kis menüponttal, és egy kis rövid mondatos súgást kapnak a gyerekek. Nem mondja meg a, a súgás azt nekik, hogy melyik országban vagy melyik városban kell keresni a megfelelő QR kódot, hanem mondjuk azt mondja, hogy kerest meg azt a fővárost, ami a tengerszinthez képest a legmagasabban fekszik Európában. Például ez egy súgás lehet. Hogyha jól válaszol, akkor tehát megfelelő QR kódot olvas be, akkor pedig megjelenik újból a start gomb a képernyőn, és arra kell rá érinteni, tehát azt kell megérinteni, és akkor jön az a válasz, hogy hogy rendben van a megfelelő pontot találtad meg, illetve ha rossz választ kapnak, akkor is megjelenik ez a start gomb, csak utána azt fogja kiírni, amit itt a bal oldalon látjá, láttok, hogy lehetséges, hogy a rossz kódot szkenelted be. Ja, itt láthatjátok a képernyőn, a, 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 tehát a laptop képernyőjén a térképet, és itt beraktam a linkjét is a, a játéknak, tehát hogy ö, talán ezen jobban ö, el lehet igazodni, mint a telefonon, csak ez egy ilyen kis mellék ö, megjegyzés. Ja. Ö, de tulajdonképpen 8 feladatot kapnak a gyerekek, nyolc darab ilyen kis kodirobis feladatot. Minden kodirobis feladathoz tartozik egy térképen keresendő esemény, amit még egyszer elmondok, hogy az informatika történetéhez kapcsolódik. Hát attól kezdve, hogy, hogy a Spotify-t, a www-t, hol melyik országhoz kapcsolódik, tehát, hogy, hogy egészen széles spektrumú az a feladatkör, amit összeállítottak a, a szervezők a játékhoz kapcsolódóan. Ami nagyon fontos, hogy minden egyes, amikor jó kódot olvasunk be a térképről, akkor kapcsolódik egy That's Right válasz, és látjátok, hogy a válasz után mindig ott található egy-egy betű, vagy pedig szám. Na most ezeknek nagyon fontos jelentősége van, hát nyolc feladatot elvégeznek a gyerekek, az azt jelenti, hogy kapnak nyolc darab ilyen helyes választ, vagy igen, nyolc darab helyes választ, és amikor elérnek az utolsóhoz, akkor azt üzeni az alkalmazás, hogy megvan most már az utolsó feladat, és ezeket a geoheseket, kell össze, vagy geohest kell összeállítani a bot által küldött üzenetekből, és ez a geohest ez tulajdonképpen ezekből a kis karakterekből áll össze, ami a that's right válasz után jelenik meg. Itt látjátok középen azt a karakter sorozatot, amit én kaptam. Itt a geohashhez ez tulajdonképpen a térképen egy, egy helynek a kódolt, vagy kódolt kódja, vagy helye. Tehát, hogy tulajdonképpen a térképen kapcsolódik hozzá egy hely, amit meg kellene keresnünk ennek a konvertáló alkalmazásnak a segítségével. Tehát be tudjátok indítani innen a telefonról ezt a konvertáló alkalmazást, ezt a GeoHash konvertálót, és akkor be kell írni geohesként ezeket a karaktereket a megfelelő sorrendben és utána megjelenik az enter megnyomása után a térképen az a hely, amit tulajdonképpen itt jelez ez a ez a karaktersorozat. Na most nagyon közelről jelenik meg, tehát ráközelítve jelenik meg a térképen. Tehát nagyon szépen össze lehet húzni, be lehet lőni, hogy tulajdonképpen hol van ez a kis hely. És akkor utána visszamegyünk erre a kódvékes térképre, és ehhez a helyhez kapcsolódó QR kódot kell az utolsó feladatnál beolvasni. Tehát még egyszer kapunk itt a helyes válaszos üzenetek után egy-egy karaktert, amiből össze kell állítanunk egy ilyen geohash kódot. Itt a konvertáló program segítségével meg kell keresnünk azt a helyet a térképen, amihez tartozik ez a kód. Ugye kicsit a ráközelítésből messzebb kell menni, tehát kicsinyíteni kell tulajdonképpen a térképet, megnézni, hogy hol van ez a GeoHash kód tulajdonképpen, és a kódvikes térképen ott található egy QR-kód, és azt a QR-kódot kell a játék végén beolvasni. Hogyha sikerült ezt a QR-kódot beolvasni, akkor ezt fogja üzenni az alkalmazás, hogy Elértük az utolsó helyszínt. Gratulálunk, helyesen oldottuk meg a feladványt, és már is generálja az mm, igazolást a játékról az alkalmazás, amit le lehet tölteni és kinyomtatva vagy e-mailben el lehet küldeni a gyerekeknek. Így néz ki ez az igazolás. Na most ne nézzétek azt, hogy 2315 perc alatt, mert ez éppen a, a próba játék alatt, amikor teszteltük a játékot, akkor állította ki nekem a maga a játék. Mit lehet még ezzel a játékkal csinálni? Hát szerintem egyébként nagyon izgalmas dolog így játszani a gyerekekkel, és akár egy, egy informatika történelmi projektet is meg lehet velük a térkép segítségével és a játék segítségével valósítani. De még mit csinálhatnak? akár fali újságot is készíthetnek mondjuk a Linux oldalon, vagy angolórára lehet különböző feladatokat készíteni, vagy készíttetni a gyerekekkel, akár olvasás szövegértéshez kapcsolódó feladatokat fordíthatnak, vagy lyukas szövegeket készíthetünk, vagy készíttethetünk a gyerekekkel. Különböző teszteket, hogyha feldolgozták mondjuk a Németországhoz, vagy Nagy-Britanniához, vagy, vagy a Svédországhoz és a Finnekhez kapcsolódó ö, információkat, akkor ezekhez kapcsolódó teszteket, vagy versenyfeladatot ö, lehet készíteni nekik. Ö, akár ö, idővonalat is lehet készíteni, vagy készíteni a gyerekekkel, mondjuk a Learning Apps alkalmazás segítségével, úgy, hogy az információkat ugye, időrendi sorrendbe rakják, és felpakolják ide a, a feladatra, vagy lehet szabadulószobát készíteni az itt megtalálható információkkal, ugye lehet Vannódban nekem az a szívem csücske, de Google űrlappal vagy Genial Level is, lehet online újságot készítetni, a gyerekekkel mondjuk valamelyik európai országhoz kapcsolódóan, vagy több országhoz, vagy a szomszédos országainkkal kapcsolatban. Ezekhez én nagyon szeretem a MADMAX alkalmazást, aminél a gyerekek külön-külön szerkesztenek egy-egy oldalt, és egy kijelölt főszerkesztő összefűzi egy kiadványá, illetve a kanvával is lehet például online, vagy online újságot készíteni, illetve akár egy Google earth feladatot is lehet a gyerekeknek adni, hogy ők is keressék meg ezeket a helyeket, és jelöljék be a számukra fontosat, vagy valamilyen szempont szerint kiválasztott helyszíneket, és tegyenek, fűzzenek ők is ezekhez a helyszínekhez információkat. Most ez a rövid összefoglalója az alkalmazásnak, és szeretném kérdezni, hogy van-e ehhez kapcsolódó kérdés, nem volt-e túl gyors az információ közlés.